És akkor a mai harmadik feladatunk, az pedig a kézmancs adás lesz. Ezt biztos sokan tudjátok már ezt a trükköt, de biztos van olyan is, aki még nem tanulta, nem tudja, hogy kezdjen hozzá, erre is több módszer van. Én ismét csak azt tudom megmutatni, ahogy nekünk bejött, bevált, ahogy mi megtanultuk, és itt megint fel fogjuk építeni egész az alapoktól odáig, hogy a kutya már ott hagyom az ágyon, és én messzebbről mutatom, hogy mit szeretnék. Tehát az első és alap dolog, ismét jutalomfalatra van szükség, fekszik, ismét jutalomfalatkákra van szükség, csak az egyik kezembe legyen jutalomfalat. Majd berakom keresztbe, azaz. És a kutya fogja magát és rárakja a kezét, semmit nem mondok még neki. Most mivel a bal kezét kínálta föl legelőször, elsősorban arra a kézre fogok rámenni. Az ügyes vagy. Csak akkor kapja meg, ha megfelelő kezet rak rá. Nem feltétlenül szükséges keresztbe rakni a kezünket. Tolat egy picit rákor, fekszik. Annyiból jó, hogy egy picit zavarja a kutyát, ugye? Tehát úgymond nem az van, hogy ide teszem a kezem, akkor azt kell, oda teszem a másikat, akkor azt kell. Most megint a mancsát kell majd fölemelnie, mert nálunk úgy van, hogy a bal lába a kéz, a jobb lába mancs. Megint a mancsát kell majd fölemelnie, de most nem keresztezem a kezem. Ügyes vagy! És ebben az esetben már mancsokos, jól van, hozzáteszek egy mancs vezényszót. Ahhoz, hogy lecsekkoljuk, hogy a kutya érte a feladatot, annyit fogok tenni, hogy most nincs jutalomfalt a kezemben, mancs, nagyon jó, ügyes vagy, és már innen megy a zsebemből. Mancs, ügyes vagy. Ráko, azaz. Sőt, későbbiekben már ugye, mivel Bomi ismeri ezt a feladatot, tehát most ugrottunk egy nagyot, eddig ez volt az első két lépés. A harmadik lépés már az, hogy majd itt lesz a dobozkában a jutalomfalat, és itt van tőlem nem messze a kutya, és annyit kérek, hogy mancs. Szuper, ügyes vagy. Tehát, hogy nem rögtön tömöm a szájába, az orcájába, ezt már egy kicsit úgy hívjuk, hogy késleltetett jutalmazás. Mancs, nagyon jó! És a késleltetett jutalmazásnak mi a lényege? Az a lényege, hogy most azt szeretném, hogy a kutya egy 2-3 másodpercig benne is hagyja a mancsát a kezembe. Mancs, szuper! Vissza! Most nagyon jó, mert már fölállt a kutya, de még igazából a fekvésből először ültetésben csinálom. Mancs. Nagyon jó, marad. Marad. Ügyesre nyúszik a... Ott marad. Mancs. Bravo, marad. Ügyes vagy. Ugyanígy a másik oldalra is először, ja, még előbb jön az, hogy állítunk. Áll. Álljál, ó, menj át. Mancs. Nagyon jó, marad. Tehát szépen fekvésből, ültetésbe, majd állításba. Természetesen ez nem ilyen 2 perces feladat lesz. Műszik a mennyhátré? Ez nem ilyen 2 perces feladat lesz, hiszen a Boni ezt a feladatot szintén tudja. Most egy gyorsított tempóban megmutattuk a lépéseket. Mindig akkor lépek tovább, amikor azt érzem, hogy a kutya stabilan tudja azt, amit szeretnék. Ebben az esetben, hogyha már tudja az egyiket, akkor azt mondom, hogy elkezdem a másik oldalra is megtanítani. Tehát megint ugyanúgy kezemben a kaja. Ha nem megfelelő lábát akarja, azaz használni, akkor nem adom neki oda semmi. Nincs nem. Nincs, nem jól csinálod. Nincs olyan, hogy semmi nincs. Egyszerűen hagyom a kutyát gondolkodni, hiszen a borderre jellemző, hogy szereti az agyát is használni, akkor hagyjuk, hogy gondolkodjon. Jaj, de ügyes! És mint látjuk, gondolkodik is. Itt is egy pár alkalom után már a kutya fogja tudni, hogy mi a feladat, ezért hozzáteszem a vezényszót. Kéz, ügyes vagy! Először megvárom, míg rárakja. Kéz, okos! Tehát előbb megvárom, míg rárakja, hozzáteszem, hogy kéz, és kattintok. És megy a jutalom. Amikor már ez megint nagyon jól megy, még egyszer, kézokos, akkor előbb kiadom, hogy kéz,
per. Tehát itt már fordítok a sorrenden, itt előbb azt mondom, hogy kéz. Szuper! Azért nem biztos, hogy látjátok, mert vannak ilyen kis trükkök, de annyit csalok az egészben, segítek a kutyának. Azt azért tudni kell, hogy minden kutyának kell némi segítség, még akkor is, hogyha egy lángész és zseni. A kiképzésnek az a lényege, hogy nem agyon túráztatom, hanem ketten együtt összedolgozunk. A képzésnek az a lényege, hogy együtt fogunk valamit összehozni, viszont ehhez segítenem kell a kutyán. Amit jelen esetben tudok segíteni, hogy ugye az előbb nagyon szépen rámentünk a mancsra, most a kezét szeretném, hogy használná, és azon kívül, hogy hagyom gondolkodni, egy picit arra az oldalra helyezem a kezem is. Itt megint jön az, hogy kéz, kéz, kitartattam, és megy a jutalom. Ugyanúgy ülés, ül, kéz, nagyon szuper. Jól van. Áll, kéz, annyira ügyes vagy. Menj hátrébb, muszika, menj hátrébb, mert te csalsz, mert el akarod venni a kaját. És most jön a nehezítés, ugye már áll a kutya, és annyit szeretnék, hogy kéz vagy mancs. Erről már beszéltünk, hogy eleinte nagy testéleket használok. Mivel most valószínűleg be lesz zavarodva az állatotok, ezért kell a nagy testjel, tehát nem csak oda dugdosom a kezeimet, hanem azt mondom, hogy mancs. Hatalmasat segítettem a kutyának azzal, hogy ezt a kezemet egy kicsit kijebbre hoztam, és ezzel is mutattam, hogy azt a lábát kell használni. Kéz. Nagyon szép. Ezt később pedig, menj hátrébb, menj hátrébb. Egyre kisebb mozdulatokkal fogjuk tudni mutatni a kutyának. Nagyon ügyes vagy, annyira jó vagy, muszika, menj elébb. Van, aki targetet használ, én nem minden esetben szeretem a targetet, nálunk a target a kezem, általában szét is vagyok karmolva. És ami a lényeg, hogy ugye egyre kisebb mozdulatokat használok, ezért egy idő után már akár keverhetem is, hogy azt mondom, hogy mancs, nagyon jó. Tehát előbb kimondtam a mancs vezényszót, utána raktam ki a kezem. Tehát a kutya maximálisan ért, hogy mit akarok. Kéz. Kéz. Ügyes vagy. Tudni kell, hogy Boni a balvállát kevésbé szereti ilyen szempontból használni, hiszen neki műtve volt a válla. Menj hátrébb. Menj hátrébb. Lehet látni, hogy általában szívesebb kéz. Szívesebben tartja egy kicsit alacsonyabban, ami nem azt jelenti, hogy fáj neki, csak valószínűleg nehezebben mozog. Mancs. Csap. Azaz! Ügyes vagy, jól van. Annyira, de nem áll megenni. Gyere alé. És miután ezt már nagyon szépen tudja, menj hátrébb egy picit. Áll. Menj hátrébb. Stop. Kéz. Mancs. Kéz. Mancs. Kéz. Jaj, te! Menj hátra. Elrontottad. Menj hátrébb. Stop. Kéz. Mancs. Kéz. Mancs. Kéz. Azaz. Tehát itt már egy összetett feladatot kapott a kutya, miközben emelgeti a lábát, még közel is kell jönni hozzám. Jól van, ügyes vagy. Mit lehet még kihozni ebből a kézmancsból? Menj hátrébb, marad. Ott áll, vár. Kéz. Ügyes vagy. Nagyon szépen kitartja a kutya, de erre az előbbiekben felvázolt módon rá kell vezetni. Ott marad. Most eljövök egész ide. Mancs. Áll. Kéz. Mancs. Kéz. Mancs. Ahhoz, hogy álló helyzetben is megcsinálja, azt sokan nem tudják, hogy érdemes egy olyan alkalmatosságot keresni, vagy alapzatot, amiről a kutya nem jön le. Tehát úgymond magasabban van. Na most ő szeretne utánad menni, de mivel ugye nem jöhet le, ezért kénytelen megcsinálni a feladatot. Legtöbbször az van, hogy meg szoktam próbálni egy dobogóval ezt a feladatot a kutyáknál. Nálunk ugye itt van a kutyalépcső és az ágyhoz, tehát elég sok segítségem van, de a legtöbb kutyánál ez bejön, hogy egy olyan helyre fölküldöm, ahol nem tud lejönni. Marad. Kéz. Ügyes vagy. Lehetett látni, hogy nagyon szépen figyel a kutya, és nagyon szépen kitartja a kezét. Menj hátrébb, nyissz és stop, még tovább, hátra. Még egy mancs, nem áll, menj hátra, mancs,
Nem. Menj hátra. Vár. Mancs. Nyuszi, menj hátra. Ha ront, akkor visszazavarom. Mancs. Boni. Menj hátra. Mancs. Menj hátra. Stopp ott. Mancs. Annyira jó vagy. Annyira jó vagy. És természetesen ezután ismét jöhet egy jó kis játék, ugye a kedvenc játékkal, a büdös patkánnyal. Hát mindenkinek sok sikert ehhez a feladathoz is.